Üdv mindenkinek itt a Fashion Weeken, ahol én, MC Dezső, Markó, Rebeka, elmutatjuk mi a tuti és mi megy mostanában az utcákon. Sziasztok, én Markó, Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol itt van velem Bence. MC Dezső, szevasztok! MC Dezső, ne haragudjatok. Szerintem, ahogy ránk néznek a nézők, nem nagyon tudják eldönteni, hogy most mi van. Megadom a módját, ez a második rész, és úgy gondoltam, hogy érted, odarakom magamat. Elmondanám nektek, hogy egyébként sincsen hideg a házban, de a két világítással, három világítással szerintem nagyon gyorsan le fog kerülni az a kabát. Jó! Az előző zafulos videómnál nagyon szerettétek, hogy itt volt Bence. Köszönöm szépen, jól esik. Tényleg jól esik. Kitettem egy sztorit is, és ott is megszavaztátok 90-10%-os arányban, hogy szeretnétek, hogy itt legyen velünk ma is, úgyhogy itt van velünk ma is, és értékelni fogja a selfie roomos rendelésemet, ami... Selfie room, arra még nem is hallottam semmit. Erről van itt szó. Tettem ki egy sztorit egyébként, már elég régen. Milyen oldalakról szeretnénk, hogy rendeljek? És képzeld el, hogy egy ilyen 20-30-an írták ezt a selfie roomot, és utána néztem, és az az igazság, hogy egy lengyel vagy cseh oldal, nem is tudom, annyira insta ruháik vannak, hogy amiket az instán fashion oldalakon láttok mindig a nagyon-nagyon fancy képeket, olyan ruhák vannak náluk. Nagyon egyszerű egyébként az oldal, neked is mondom, körülbelül mondjuk felsőkből van egy 10 fajta maximum, de az nagyon sok színben. Ugyanez ruháknál is van egy basic és egy prémium vonaluk. A basicnél mondjuk egy felső 4000 forint minden felső. Nadrágok, egyfajta szoknyájuk van több színben. Szóval, hogy egyébként egy tök jó kis ötlet, egy ilyen kapszula kollekció, majdnem olyan kicsi, de tök vagány, körülbelül 4 munkanap alatt érkezett meg. Áfa nélkül 22000 forintot fizettem, itt majd látjátok mellettem, és nyilván áfával együtt 27000 forint volt a rendelésem. Ha jól emlékszem, 5 terméket rendeltem, nem volt szállítási költség, viszont igaz, hogy kevesebb, mint egy hete rendeltem meg ezeket az cuccokat, de annyi oldalon csinálok kívánságlistákat és rendelgetek folyamatosan, hogy nem emlékszem, hogy miket rendeltem. Úgyhogy nekem is meglepetés lesz. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, hogyha igen, akkor dobjatok rá lájkot, és akkor tudom, hogy folytatni kell ezt a Bence értékeli sorozatot. Viszont mielőtt elkezdenénk, egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, írtó hosszú lesz ez az egész, de itt a hátunk mögött van egy tévé, és a kommentek 50%-át azt töltötte ki, hogy ferde a tévé, úgyhogy nézzétek meg. Élőben nem ferde, kamerán ferde, mondjuk nem. Azt, hogy ferde, így marad. Nem volt ferde, a kamera volt a ferde. Bence megmondja, ha ferde, ne írjátok le, léci, úgyhogy. A ferde a tévén álltuk, ennyit sem tudtuk te. Ha nem láttátok még a Brodapest fináléját, akkor azt is csekkoljátok le. A legjobb részlet, most már tudják, hogy mi van. De nem, még ne spoilerezhet, ez most... Csekkoljátok le, hogy nyertünk el! Ott lesz a link a leírásban, és azzal a linkkel egy lejátszási listára fogtok kerülni, ahol 1-től 10-ig be vannak listázva a részek. Jó szórakozást! Kezdjük el! Az első termékünk... Tessák, a szelfirumtól dobtak 12%-ot! Micsoda? 12% árkedvezmény. Magyarul van ráírva. Micsoda? Kedvezmény? De várjál, olvasd el! Kedvezmény neked? Barátodnak, barátodnak. 3 kódot kaptunk 12%-os kedvezménnyel. Egy neked, egy a barátodnak, egy meg a másik barátodnak, mert van 2 barátod, érted? Neked 2 barátod van. Nem olyan barát, te ugye. Ej, jó sorsolásra fognak kerülni a kódok. Jegyezzétek le, fogjad a szalvétát és a tollat. O55BKVXGV5. Ez az egyik kód. És a tesőháztartás fashion show legelső ruhadarabja, egy kis póló, amin egyébként igaz gyöngyök találhatóak. Na már most, azt mondja, hogy én nem vagyok az a nagy gyöngyös, tehát férfi szemmel ez nekem ilyen
nem azt mondom, hogy negatívum, viszont teljesen semleges velük kapcsolatban egyébként a vélem. Igen, egyrészt azért, mert leszakad, elhullik, és akkor már csak a fele van meg, és olyan fura, hogy kiállnak dolgok a pólóból. Azt nézem egyébként, hogy nem ragasztva vannak, ami egy nagyon hát pozitív, igen. Viszont mivel nem ragasztva vannak, így belül érződnek a kis fém, hát nem tudom, nem ilyen átszúrások, hogy értitek, hogy mit akarok mondani, hideg. Mindent MS méretben rendeltem, ezt fontosnak tartom kiemelni, és nagyon jó a minősége. Az igen, azt nagyon, tetszik egyébként. Nagyon jó a szabása, szerintem mindenhol rendben van, nagyon szépen karcsúsított. Pont olyan, hogy be is tudod dugni egy ilyen magasított derekú felsőbe, viszont hogyha a köldök aláír a nadrágod, akkor se lesz kint belőle az egész hasad. És ja, szerintem amúgy tök jó. Egyszerű, nagyszerű, a gyöngyök miatt én adok neki egy 10-ből 7-et. A gyöngyök miatt lemondtál? Igen. Az az igazság, hogy én meg pont ezért rendeltem, hogy legyen egy fekete felsőm, amin van valami. Tehát mondjuk, hogyha fel van kötve a hajam, akkor is érted olyan, ha nincsen rajtad ékszer, akkor is egy picit valami. Ez így van viszont. Minden linket egyébként leteszek a leírásba, hogyha valakit mégis érdekelne. Jön a következő. Hogy hívják őket? Selfie Room. Selfie Room, tartoztok nekünk. És érkezik is a második ruhadarab. Szólja, mint nézhetek. Nézhetsz? Na, ez viszont tökre, tényleg egyszerű, nagyszerű. Kiemeli a hatalmas szívedet, de színben is tetszik. Tetszik, hogy itt el van rojtosítva egy picit, itt középen. Nagyon tetszik az, hogy itt ilyen nagyon anyagban, nagyon úristen, de nagyon jó. Kis gumírozott egyébként, hogy feszesen álljon rajtad. Itt egy nagyon picit bő, viszont máshol meg kell ez a méret. Ez itt gumírozással van megoldva, úgyhogy nem varrással van összehúzva, tehát nem fog elszakadni. Imádom az ilyen basic darabokat, tehát ez tényleg a basic kollekción belül az egyik darab. Ez is vagy 5 színben van, és őszintén megmondom, hogy szívem szerint az összesből vennék, mert nagyon egyszerű, nagyszerű, igen. Nincs nagyon rajta, mint beszélni bármivel. 10/8.5. Édesem. Egyébként nagyon szép a dekoltázsa is, tehát így nem túl sok, de... Érkezik a harmadik ruhadarab. Édesem, nagyon elszontyorodva jötték. Itt egy kis probléma történt. Mennyire elszontyorodva jötték kifele? Azért, mert ezt vártam az egyik legjobban, gyönyörű májva színű felső, és a csomagolásra MS van írva, viszont a póló nyakába LS van. Nincs más lehetőség, hogy bele kell hízni. Nem. Akkor... Vissza kell cserélni. Akkor visszacseréljük. Európa Uniós törvény, vissza kell cserélni. Egyébként tök jó az anyaga, ez a hideg anyaga van. Nem tudom elmondani, hogy milyen, de... Varrások egyébként tök rendben vannak, itt ezen a részen dupla anyag van, nyilván hát látom az átlapolás miatt, és tök jó meg minden, csak egyen nagyon... Kimosuk sokszor. De egyébként tegyük fel, hogy passzol, és olyan, amilyennek lennie kellene. 10/9. Halak! Halak! Negyedik ruhadarab! Remélem eléged. Mi ez a hosszú? Hoppá! Oké. Egy az, hogy ehhez segítségre lenne szükségem, ugyanis ezt itt be kellene, hogy közd. Masnyi! A rúzsválasztás egyébként nem biztos, hogy a legjobb volt ehhez a videóhoz, mert nagyon nem passzolok így a ruhával. De igen, hát neten nem láttam egyébként, hogy ez arany és rózsaszín. Anyagilag nagyon jó, nagyon puha, nagyon vékony. Nagyon hosszú egyébként, térd alá, ja, látjátok, igen. Úgyhogy várom a véleményt. Ja, meg rajtam van nyilván a nadrág alatta. Színben talán egy picit fura, ami nem azt jelenti, hogy rossz. Különleges darab az biztos. Embertelen meló lehet begombolni. 10 per...
Fúha, hát 7. Jó, hát nem baj. 10 per 1, tessék. Jó, hát ha így gondolod, akkor... Nem, 10 per 7. Nem tudom még, hogy hova fogom hordani, fogom-e hordani, de szeretném egyébként megtartani, mert egy vasalás után ezen az oldalon egyébként a keze kifejezetten tetszik, így felhúzva egy kicsit begyűrve, így nem, egyáltalán nem tetszik. De ez az oldal szerintem egyébként rendben van, és lehet, hogy látok olyan pillanatokat, amikor ez jól tud kinézni. Kicsit begöndörített hajjal, egy nagyon-nagyon meleg nyári napon. Ez művész szerintem egyébként. Ez tudom, milyen, mikor kimész szőrőt szedni? Nem, azért nem. Bence. De hogy nem. Úristen! Jó, tudom, hogy nem. Na majd nézd meg, hogy amikor nyáron meleg lesz, és esetleg már ki tudunk menni a házból, akkor ilyenbe fogok flangálni egy nagyon cuki papuccsal, kis váltáskával, picit begöndörített hajjal, egy lájtos rózsaszín rúzssal. Oké, összességében egyébként nem rossz. Nem rossz, nem rossz. Más, mint amiket hordok, és más, mint amire számítottam, de... Hát Max, ha neked nem jó, majd hordom én. Így fogja. Következő ruhadarab. És egyben egyébként az utolsó. Ez az utolsó. Várjál, nagyon fel kell készülnöm. Tetszik neked? Mit jelent? Tudod mit? Nekem ez tetszik a legjobban. Ez? Igen. Fejtsd ki kérlek, nem szeretnélek befolyásolni, mondd el, utána majd mondom én is. Azért tetszik ez a legjobban, mert egyrészt ez a legkülönlegesebb. Nem ez a legtesthez álló, viszont ez a ruha darab adja ki legjobban szerintem a szépségedet. És valahogy az egésznek a különlegessége miatt, és egy picit az extrémsége miatt, nekem nagyon-nagyon vonzó ez az egész. Édesem. De tényleg, tehát hogyha most nyaralni vagy például valahol, és ilyenbe mész le vacsizni, az nekem a 10 per 10. Az az igazság, hogy írtó vastag anyaga. Jó, de jó. Nagyon vastag, nem biztos, hogy értem, hogy miért van egyébként ilyen vastag anyaga, de ne vérújjó, és... De ez extra, az azért jó, mert ez tényleg nem egy sima póló, amit felveszel, hanem anyagában, vastagságában, kinézetében, ez tényleg egy ilyen, tudod milyen? Olyan, mintha megfogtak volna egy sima pólót, és megfogtak volna egy Jedi ruhát mondjuk, és a kettőt kever, és ez ilyen... Aj, imádlak! Te vagy a legcukibb a világon. Lea Hercegnős, ez jó. Ez 10 per 10. Az viszont lehet, hogy egyel kisebbre, egy SS-re vissza fogom cserélni, mert ennek szerintem nem szabadna így állnia. Tehát itt lett egy hajtogatott cicim, vagy nem tudom, hogy ez mondjam, de látjátok, tehát hogy megmutatom, hogy hogy láttam, ami miatt megrendeltem egyébként. Normál esetben nem szeretem az ilyen hosszított felsőket. Szóval... Így láttam a... Ez is nagyon... Ez, a webshopon, és tudjátok, a nagyon sok, nagyon pici, kicsit hosszúkás nyaklánccal, és mutatnám, hogy így volt a nénin. Álljunk meg egy pillanatra, milyen készülsz? Így volt, félig így tudod lehúzva a válláról, és baromi jól nézett ki, de valahogy nem érzem, hogy ugyanazt a hatást adná át rajtam, mint a nénin. Nagyon tetszik, legjobb. Jobb, mint bármelyik az elsőből. Akkor úgy néz ki, hogy ebből fogok... Mi az? Vissza. De miért esett a vállad? Nem érdekel, az a jó vállad. Ez itt jó. Szóval ennyi lett volna ez a videó, mivel sehol nem lehet látni tényleges videót erről a márkáról, így nem mertem több dolgot rendelni, vegyes érzéseim vannak. A Basic kollekcióból, ami tényleg csak egy póló, azok tök rendben vannak. Nagyon-nagyon jó az anyaguk, nagyon jó a varrásuk. Egyébként ennek is varrása, anyaga minden rendben van, de valahogy nem tudom. Fogunk még innen rendelni? Igen. Igen? Igen. A 12%-os kuponnal te vásárolsz be nekem? Pont hoztad?
10 per 10. Várom a ti pontozásaitokat is a komment részlegben, és nem sokára érkezik a többi csomagom is. Nem ígérem, hogy hetente, de két hetente biztosan lesz egy haul videó, hogyha szeretnétek, akkor természetesen a Mr. értékelésével. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, és természetesen ez vonatkozik a fiatalemberre is. Köszönöm. Tudod, amikor így mutogatok mindig a videó végén, igen, úgy érzem magam, mint a csillag születik, amikor szavazületik, mutogatnak, hogy küldjétek az SMS-t, tudod. Igaz, hogy nem volt most olyan sok ruha, de remélem, hogy tetszett azért nektek. Fogok még sok holt csinálni, és még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma velünk. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!